Halak, szeptember, első fele, pozitívum, negatívum és egy tanács. Egy picikét még nehezebb ez az időszak a retrográd bolygók miatt, ugye 15-ig a Merkur is retrográd. Na de nézzük, pozitív dolgok. Ú, milyen komoly kártyával kezdünk. Ez maga a változás. Ez maga a halál, nagy arkánum, a változás. Valami véget ér. És valami új kezdődhet. Na most, itt lehet akár névváltozás, itt lehet akár a külsőnk megváltozhat már, mint lehet, hogy eddig szőkék voltunk, most meg feketék leszünk. De valakinek drasztikusan meg tud változni az élete, de pozitívumot nézünk, úgyhogy itt pozitív eseményekről van szó. Lehet valami, ami már régóta húzódik, ami régóta úgymond meghalt, végre véget ér. Megyünk tovább, a négyes szórós kártya. Ez a kártya mutathat betegséget is. Tehát végre valaki megszabadul ettől a betegségtől, ez egy plusz információ valakinek, és végre újjászületik, úgymond. Mert ez a kártya, ez maga a főnix madárnak a kártyája. Ez tényleg meghalni, és a hamuból újjászületni, mint a főnix madár. Külön ez a kártya, ez mutat szabadságot, pihenést, regenerálódást például. A megállás kártyája, mondjuk a retrográd időszak, az igen, az hoz megállást, tehát megállítja a dolgokat, például a kardok, azok dokumentumok, ezen a területen lehet érezni a megállást, vagy az anyagi területen. Itt a pénz apród gyermekeket mutatnak ezek az apródok, igen. Iskola kezdés, persze, pénzköltés. Az iskola kezdés, az pénzköltéssel jár. Viszont itt valamilyen új lehetőség jön, valamilyen anyagi lehetőség. Ez lehet akár családi pótlék, lehet valakinek most fog elindulni a családi pótlék, vagy a gyermektartás. De ha jön egy nagyon jó kis anyagi lehetőség, készülődni, nagyon jó. Tervezni nagyon jó ebben a retrográd időszakban. És utána belevágni. Szeptember 16-18-a után. Tízes, és megint pénz. Igen, amiben belevágunk, határozottan jó pénzt fog hozni. Ez lehet egy üzlet, például ez lehet egy új munkahely, de egyébként a család kártyája. Valami olyan dolog történik, aminek az egész család tud örülni, és fog is örülni. Itt nagy változások. Itt lehet házasság is. Szeptember 4-5-6-a után házasságot kötni lehet. Ugye a retrográd Vénusz miatt addig inkább ne, de ez csak tanács. Tehát itt boldogság, jólét és ünnep. És ünnep. Lesz mit megünnepelni. Lehet, hogy ez egy születésnap. Lehet, hogy ez keresztelő például. Esküvő, ünnep, valamilyen siker, tehát megünnepelni valamit, valamit elértünk. Ötös, érmék, ötös, maga ez a kártya a pénztelenségnek a kártyája, maga ez a kártya a betegségnek is, viszont ez az időszak, ez a retrográd időszak nagyon jó, megszabadulni, tehát megszabadulni a pénztelenségtől, megszabadulni a betegségtől, ahogy mondtam, a megszabadulás időszaka. Megszabadulni a hiteltől, ünnepelni, végre kifizettem a hitelt, végre megszabadultam, jaj, nagyon jó, tipikus kártyák. Negatívum, egy picikét belenézünk, szúrós kártyát kaptunk, ez az egyik legnehezebb kártya, ez a 9-es, kardok, szúrós, az álmatlan éjszakák kártyája, a lelkiismeret furdalás,
A csalódás, a gyötrelem, ez ilyen. A kardok, az maga a gondolatok nem hagynak minket békén. Miért mondtam ezt, miért cselekedtem itt, és hogyha nem így cselekszem, akkor most mi lenne? Tehát a megbánás az is ide tartozik. Na de nézzük tovább. Király, a pénz, hoppá, vigyázzunk, vigyázzunk. Tehát befektetni most nem. Nem érdemes, nem érdemes, nem szabad. Megbánjuk. Befektetünk, vagy veszünk valamit, eladjuk a lakásunkat, vagy veszünk egy autót például, vagy egy ékszert, akkor ilyen állapotba kerülhetünk emiatt. Jó, ezért mondom, hogy vigyázzunk a pénzre. Most nem érdemes. Érdemes várni szeptember 18-áig az ilyen fontos-fontos dolgokkal. Muszáj itt okosnak lenni. Tehát az a kard, az maga az ész. A pénz, minden, ami a pénzhez kapcsolódik, tehát azért még nem csak pénz, hanem értékek is, okosan, az egészség is ide tartozik az érmékhez, ugye ez is érték, ez is erőforrás. Okosan, okosan, megfontoltam, nem rövid távra kell koncentrálni, hanem inkább a hosszú távú tervekre, ezért érdemes most még várni. Kettes, megint egy szúrós kártyát kaptunk. A kettes az döntés, nehéz meghozni a döntést, vagy rossz döntést hozhatunk. Óvatosan. Be van kötve a hölgynek a szeme, be van kötve. Nem látja tisztán a szituációt. Nem tudja, vagy nem akarja esetleg. Lehet, hogy tudja, csak nem akarja levenni azt a bizonyos rózsaszín szemüveget. És a hold, van valamilyen turpisság a háttérben. A hold, a titok, valami van. Ezen a kettesen is ott a hold. Tehát kettő darab hold. Jó? Óvatosan. A hold, a teli hold, az új hold. Ezek hozhatnak valamit. Lehet, hogy pont akkor fog kiderülni valami. Óvatosan. Óvatosan, van valami a háttérben, amit nem mondanak el, amiről nem tudunk, amit eltitkolnak. Ugye a kardok, az maga a dokumentum, a szerződéskötés, most ne. Most semmiféleképp, ez a tanács, majd szeptember 18-a után. Valami lesz, valamilyen turpisság a szerződésben, vagy egyszerűen nem vesszük észre, és amikor észrevesszük, akkor már késő lesz. És akkor csattan ki ez a kártya. De jó, jó kis figyelmeztetések. Jó. Például a külföld ehhez a kártyához tartozik ez a világ. A külföld, minden, ami külföld, az ide tartozik. A tanulás, a munka, a párkapcsolat, az utazás, a nyaralás. Jó, és ez egy ilyen globális kártya, úgyhogy itt bármi lehet. Ne legyünk hiszékenyek egyszerűen. És itt vannak az érzelmek, a kelyhek, a vízenergia. A vízenergia. Például, hát ez a kártya maga a gyermek kártyája, amit mondtam itt. A gyermek ide tartozik a gyermek, vagy a házi állatok, vagy az idős emberek. Tehát azok, akikről gondoskodnunk kell. Tehát beteg ember is lehet, ugye? Igényli a gondoskodást. Tehát okozhatnak nekünk problémákat. Plusz információt kérünk szépen. Mi van itt? Király. Itt van ez a király. Ugyanaz kétszer jött ki. Na most ilyennek kell lenni, mint ez a király. Most tényleg ilyennek kell lenni. Hát ez a király, ez maga, tehát a földön jár. Ez a király maga a megfontolás, az alapos megfontolás. Jó? És minden, ami pénzhez kapcsolódik, ilyennek kell lenni. Már nagyon sokszor mondtam ezt, de most óvatosan, óvatosan bánjunk a pénzzel. És tényleg ne csak ilyen szűklátóak legyünk, jó? Ne legyünk ilyen rövidlátóak.
amikor kijön ez a király, vagy egy ilyen személyhez fordulni kell, tanácsot adhat nekünk. Na, plusz információt nézünk, mit mondanak nekünk a varázslók. Azért hoztam a plusz kártyákat, hát a retrográd időszak miatt. Igen, meg tud minket keményen viccelni ez a retrográd időszak, és itt a királynő. Hát ez a királynő maga a halak. A halak, jó, nem hiába ott vannak a nagy változások, karmikus kártyát kaptunk. Ez a kártya azt üzeni valakinek, hogy igenis királynő leszel, vagy király leszel. Valaki megtalálhatja élete párját például. Ilyen is lehet. Ilyen is lehet. Szeptember 6-a után, ha netán jön egy új kapcsolat, akkor az jó, az hosszú távú lesz, az boldogító lesz, abból lehet házasságkötés, az karmikus sorsdöntő. Viszont ha szeptember 4-ig, 6-ig, mondjuk 6-ig inkább húzzunk rá még két napot, akkor nem hosszú távú. Tehát ott lesz csalódás, fájdalom, ez a tapasztalat. A retrográd Vénusz miatt, persze, a Vénusz az maga a szerelem. Nos, plusz, amit szeretnék mondani, ez a személy, aki segíthet nekünk, akihez fordulhatunk segítségért, lehet vagy szűz, vagy bika, vagy bak. Nem muszáj férfinak lennie, mert a királyok mutatnak hölgyeket is, nem csak férfiakat. Tehát itt az energia a lényeg. De, ahogy szoktam mondani, érdemes mindig három kirakást nézni. A napjegyet, az aszcendenst és a holdjegyünket is, mert lehet ez a király, az aszcendensünk, vagy a holdjegyünk, ilyen is lehet, akkor ez már más információ lesz. Jó? Tehát itt, amire még egyszer felhívnám a figyelmeteket, hogy van valami a háttérben, valamilyen titok, úgyhogy óvatosan, de a pozitívumra kell koncentrálni. Tehát várható valami új, valami jó, valami boldogító, nagy változás lehet, akár általános kirakás ez, akár nem, akkor is a nagy változás, a jó változás, a pozitív, azért itt lesz a boldogság. Nagyon-nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!